Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindazokat a kedves nézőket, akik vették a fáradtságot és településünk honlapjára látogattak, és azon belül is megtekintik ezt a kis filmet. Számomra ez azt jelenti, hogy érdeklődnek településünk iránt, vagy azért, mert már hallottak róla, és jártak itt, és kíváncsiak arra, hogy vajon mi történt az elmúlt időszakban településünkön, vagy azért, mert még nem jártak itt, és kíváncsiak arra, hogy ha eljönnek Geszközségbe, akkor mi az, amivel itt találkoznak. Békés megye észak-keleti részén fekszik Geszközség település, mint egy 820 fős lakóval. Valamikor a történelmi Magyarország középpontja volt, három közút szelte keresztül, Nagyváradra, Aradra és Nagyszalontára lehetett Geszten keresztül eljutni. A 1760-as évektől kezdődően első Tisza László birtokába került Geszt és másik 10 környező település, ami azt jelentette a település életében, hogy virágzó kulturális társadalmi fellendülés volt. Sajnos ennek a fellendülésnek a trianoni békeszerződéssel vége szakadt, hiszen Geszt zsáktelepülésé alakult át a romániai határszélen, így azt mondhatjuk, hogy ma már csak az jön Gesztre, aki kifejezetten Gesztre jön, hiszen átmenő útforgalma egyáltalán nincs. Mégis ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy évente több százan látogatnak el hozzánk, ami számunkra nagy öröm, és mi ilyenkor mindig igyekszünk megmutatni azokat a látványosságainkat, amire a geszti ember, illetve a geszten élő ember büszke és szeretné megőrizni az utókornak és a társadalomnak. Ilyen látványosságok a településünkön a Tisza kastély, a Tisza család kriptája, református templomunk, az Arany János emlékházunk. Tisza család meghatározó szerepet játszott településünk életében, hiszen lehet, hogy kevesen tudják, de háromszor adott két miniszterelnököt az országnak, Tisza István és Tisza Kálmán személyében. Az itt élő lakosok, az ide látogató emberek úgy gondolom, hogy megőrizték a Tisza hagyományt, azokat ápolják és megpróbálják tovább örökíteni. Tisza kastély berendezéséből, bútorzatából kevés maradt éppen az utókornak, hiszen a II. Világháború sem a település, sem a Tisza kastélyt és annak bútorzatát, berendezését sem kímélte. Azért büszkén mutogatjuk mindazt, amit a településen megtaláltunk és felleltünk, ezért évekkel ezelőtt kialakítottunk a kastélyban egy úgynevezett Tisza szobát.
A Tisza kastélyban jelenleg általános iskola működik. Másik nevezetessége a településnek a Tisza kripta. Tisza kripta mai állapotában 1906-ban épült. Az írások szerint nem ez volt az első Tisza család temetkezési helye, hanem néhány száz méterrel arrébb volt egy sírbolt, amit első Tisza László még a kastély megépítése előtt épített. 1906-tól temetkeztek a jelenlegi Tisza kriptába a Tisza család tagjai, és legutolsó alkalommal 1976-ban az Amerikában élő Tisza Kálmán földi hamvait hozták haza a kriptába. 2000-ben sikerült a Tisza család leszármazottainak segítségével, valamint az akkori miniszterelnök támogatásával, és Varga István KDNP-s országgyűlési képviselő segítségével felújítanunk. Településünk évente rendez megemlékezést a Tisza család tagjai számára, hiszen október 31-én van Tisza István halálának évfordulója, tavasszal pedig születésnapja, és ilyenkor mindig mi is elzarándokolunk kezünkben virággal, koszorúval, a Tisza család élő tagjaival a kriptához. Településünk másik nevezetessége a református templom, mely a település középpontjában fekszik. Templomunk a megye négy egyik legöregebb templomának az egyike. Sajnos a korát nem tudjuk behatárolni, hiszen a korábbi feltárások különböző időkből származó téglákat, malterokat véltek felfedezni. Az bizonyos, hogy a templom eredetileg csak mint fele ekkora volt, mint a ma látható állapotában, és a Tisza család volt az, aki megnagyobbította, majd Szénási Rebeka az 1770-es években a különálló torony helyett a templomban egybefüggő tornyot épített. Református templomunk is 2001-ben került felújításra, sajnos csak a külső felújítást tudtuk elvégezni, mégis így is büszkék vagyunk rá, hiszen véleményünk szerint a környező települések egyik legszebb temploma, szószéke, és azt gondolom, hogy Magyarországon nincsen másik olyan hely, olyan település, olyan templom, ahol a Tiszáknak, a volt miniszterelnöknek külön padja található. Sportpálya mellett található táborhelyen turisztikai információs kapu, információs pont nyitja meg kapuit, ahol lehetőség lesz kerékpár kölcsönzésre, információ kérésre, kiadványoknak a megvásárlásra és szálláshely intézésére. Hiszen szintén ebből a pályázatból vendégházunkat tudtuk felszerelni, komfortosabbá tenni, így 25 személynek tudunk három ingatlanban egy vagy akár több éjszakára szállást biztosítani. A szállás mellett lehetőségük van arra is a kedves idelátogatóknak, hogy étkezést vegyenek igényben, hiszen településünkön működik önkormányzati konyha, ahol nagyon szívesen várjuk az idelátogató vendégeinket. A program keretében számtalan kiadvány fog megjelenni, képeslapok, prospektusok, és hogyha a honlapunkon egy kicsit tovább böngésznek, akkor megtalálják majd azt a regisztert is, ahol geszten és a kissáréten élő állat- és növényvilág látható képekben. Hiszen a kissárét és ezen belül is szorosabban Geszt a Körösmaros Nemzeti Park része, mintegy 1100 hektár területen, és a Natura 2000 is itt vonul el nálunk. Bízunk abban, hogy előbb-utóbb a szomszédos romániai településekre, Atyásra és Cséfára nem csak
nagy szalontán keresztül lehet eljutni, hanem megnyílik a valamikori út, és át lehet rajta kerékpárral, vagy személyautóval is menni. Mi ennek érdekében 2004-től folyamatosan, évente egy alkalommal ideglenes határnyitást tartunk, annak érdekében, hogy a gesztiek ellátogathassanak a valamikori kiszabírtok területére, és az Atyáson, Csépán és környező településen élő lakosok is hazajöhessenek az ősi magyar földre. Mivel maga Geszt település is, és a környező települések jelentős része is nemzeti park területen fekszik, ezért fontos dolog számunkra, hogy óvjuk és védjük a környezetet. Ezért is pályáztunk a pályázatunkban kerékpár kölcsönzésre, mert úgy gondoljuk, hogy ne károsítsuk a természetet, az ide érkező vendégek nyugodtan leparkolhatnak, lerakhatják az autót, és itt kerékpárra ülhetnek. Van gyermekméretű kerékpárunk, felnőtt, férfi és női kerékpár. Településünk megismertetésén túl fontos számunkra, hogy ezt a tájegységet is megismerje az ide látogató vendég. Hiszen ez a kissáréti terület, amit ma már nem nagyon szoktak így emlegetni, pedig valamikor ez a 7 település szerves egységet alkotott, mind földrajzilag, mind tájegységileg tekintve. Ennek a megismerésére adunk mi lehetőséget azáltal, hogy az itt kölcsönözhető kerékpárokkal eljuthatnak a szomszédos településre, Biharugrára, ami ugyan közúton 22 km, de a turista útvonalon 7 km-re található. És a 7 km alatt számtalan növény és állatvilágot ismerhetünk meg a biharugrai halastavak között kerékpározva. Az csak zárójelben jegyzem meg, hogy az úgynevezett biharugrai halastavakból 2 tó szintén geszti közigazgatási területen található. De mi sem bizonyítja jobban, hogy szerves egységet alkottunk Cséfával és Atyással, hiszen a biharugrai halastó rendszer Cséfán folytatódik, Cséfán is megtekinthetők ugyanazok a madarak, ugyanazok az állatok és növények, amik itt a mi hazánkban. Cséfa is szeretettel látja vendégül az odaérkező turistákat, a halastavak mellett 2 csodálatosan felépített és berendezett halászcsárda várja a vendégeiket, kulturált körülmények között és kedves kiszolgálással. Található a településünkön házi orvosi rendelő, amit szintén pályázati forrásból fel tudtunk újítani, így ma már egy helyen várja a házi orvoshoz érkező betegeket, a fogászati rendelő és a védőnői szolgálat az odaérkező betegeket. Fióggyógyszertár működik a településen, igaz nem heti minden alkalommal, mégis hetente 3 alkalommal, a rászoruló lakosok helyben tudják kiváltani a gyógyszereiket. Ezek azért nagy dolgok számunkra, hiszen azt látjuk évről évre, hogy a hozzánk hasonló, vagy akár tőlünk kicsit nagyobb települések sorban zárták be az iskoláikat, vagy társultak más önkormányzattal annak érdekében, hogy fönn tudják tartani. Sorban szüntették meg azokat a szolgáltatásokat, akár postaszolgáltatás, akár hivatali szolgáltatás, amit mi igaz nem könnyen és nagy energia és anyagi áldozatok árán mégis itt tartunk a településen. Önkormányzatunk és képviselőtestületünk megpróbál minden olyan pályázati forrást kihasználni, amivel élhetőbbé tesszük ezt a települést. Így az elmúlt években, és most is vannak folyó beruházásaink, most épül például a közösségi házunk és a biztos kezdett gyerekházunk, mely reménység szerint áprilistól megnyitja a kapuit, és újabb szolgáltatásokat tudnak igénybe venni az odalátogatók.
Geszti Fiatalok Egyesülete 2011 tavaszán alakult. Fő tevékenységünknek a hagyományok, a néptánc és a települési hagyományok újrafelvételét jelöltük meg. Gondolok itt a húsvéti locsolkodása, a szüreti felvonulása, a szüreti bál szervezésére, az egyesületünk kemény magját, egy néptánc csoport alkotja, ők már 15 éve együtt táncolnak, számos fellépésen vannak túl, de működik a településünkön a kisiskolások néptánc csoportja is, amely szintén számos fellépésen vannak, már túl falunapokon, rendezvényeken, néptáncos mikulásokon szerepeltek közösen a nagy csoportunkkal. Főbb tevékenységünk, még ugye van egy erdélyi testvértelepülésünk, Bardóc település, fontosnak tartjuk ugye a kötődésteket, és mindig a fiatalabb tagokat bekapcsolva ebbe a közel 20 éves testvér kapcsolatba. Nagyon szeretünk kint lenni, ők is nagyon szeretnek itt lenni nálunk, szinte testvéries, és ugye barátias kapcsolatot ápolunk velük. Ezen kívül fontosnak tartjuk még az egészséges életmód betartását és példamutatását a fiatalabb, nálunk fiatalabb generáció számára. A sportot nagyon előtérbe helyezzük, a rendszeres testmozgást. Igyekszünk bekapcsolni ugye az általános iskolásokat is különböző foci mérkőzésekbe, családi napokba, és ezek eddig egész jól sikerültek.